Asyanga Nanjana Shalakaya Chakshurun Taminata Smaya Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Itt nagyon Bhagavad Gita az a ABC a Krishna tudatról, lelki útnak az ABC-je. Elsősorban tanítja, amit ezután második fejezetben első téma lesz, hogy nem vagy ez a test, különbséget lélek és a test között. És utána mondja Srimad Bhagavatam tovább viszi. Ugye először Bhagavad Gita beállítja, hogy te nem vagy ez a test, egy lélek vagy, és hogy csak bízz rá magát Krishnára. Ha rábízel magát Krishnára, akkor minden meg tudsz oldani az életében. Sarva dharma paritecha. Máme kám saranam vraja. Szóval minden meg fogsz oldani. Ez az, egy, amit próbál a Bhagavad Gita tanítani, és utána a Srimad Bhagavatam megtanítja azt a folyamatot, hogy a történetek által, nagyon sok történet van Srimad Bhagavatamban, amelyiknek a egyik fő feladata megtanítani függni Krishnán. Teljesen rábízni magát Krishnára. És ez finoman megy át az egész Bhagavatam, az egész tizedik énekig, hogy mit jelent, hogy függni Krishnán, és teljesen bízni a saját életét Krishnára, ez a kapcsolatok vele. És nagyon szépen a viszonyokról beszél a Srimad Bhagavatam, főleg a tizedik ének, ami felfedi azokat a kapcsolatot a bakta, aki rábízta magát és Krishna között. És ha Bhagavad Gita nem erről beszél, de hogyha figyelmesek vagyunk, akkor észreveszünk, hogy ott is szivárognak ezek a viszonyok, ezek a magas dolgok. Nem első téren van, hanem háttérben van ez az egész, egy kicsit, mintha. Mert itt feladat először megérteni különbséget a test és lélek között, anyagi cselekvés és lelki cselekvés között. Ez a fő fényében van a Bhagavad Gita-ban, hogy van anyagi energia, anyagi világ, és az hogyan befolyásolja, és akkor beszél három kötőerőről, a Daivihi és a Gunamai, Mamamai, Duratyai, Mam Evan Prapadjente. Szóval ezekről tanítja, főleg, és utána mondja legyőzni, és akkor biztatja és bátorítja egész könyvbe, Bhagavad Gita-ba Krishna. Mondjuk, hogy ötödik fejezetben ott magyarázza, hogy minden, én vagy Szuhridám Szarva Bhutánam, hogy én vagyok a legjobb barát. Hare Krishna budapesti csapat, üdvözlöm benneteket, gyertek ide-oda, erre amarra. Szóval Krishna bátorítja, és akkor Bhaktaram Yagya Tapasam, hogy igazából én vagyok mindennek a célja. Hogyha valaki csinál valami áldozatot, lemondásokat, akkor én vagyok. Bhaktaram Yagya Tapasam. Szuhridám Szarva Bhutánam. Utána beszél a jógáról, és megint a hatodik fejezetben is azt mondja, hogy hát a jógának a célja velem rajtam függni, megtanulni. És akkor mondja, mert hát igazi jogi, aki teljesen rám rajtam függ, mindig rám emlékszik, rám gondol, és függ rajtam. Jogi nem api szárvesem.
a legjobb jogi között az, aki mindig gondol rám. Manganten Ratmanam, Sradavan Bajate Yomam. És ő, mivel rám mindig gondol, teljesen függ rajtam, ez azt jelenti, engem szolgál. És Srila Prabhupát itt látjuk magyarázatban, mondja ezt, hogy a bakta mindig gondol Krisnára, mindig őt szolgál, Krisna mindig szolgálni próbál baktát. És itt igazából olyan dolgot olvashatunk már a Bhagavad Gita-ban. Srila Prabhupát már elején a bevezetésben mondta, hogy a Bhagavad Gita-ban megtaláljuk mindent, ami összes szentírásban, más szentírásokban van, a világi szentírásokban. De olyat is találunk, ami nincs máshol. És már ez a jelenet, ahol Arjuna szeretett kapcsolatban lévő Krisnával parancsol neki. Na ez a cél, igazából itt meg van mutatva, mi a cél a bhakti jogában, nekünk a baktáknak mi a célja. Ezek a szeretett viszonyok, amiben van Krisna és Arjuna, és akkor ő mondja Achyuta. Krisnának egyik neve Achyuta. Az azt jelenti, hogy tévedhetetlen. Srila Prabhupát magyarázza, hogy Achyuta az azt jelenti, hogy sose téved, és hogyha ő külsőleg alacsonyabb rendű dolgot csinálna, mondjuk szolgál Arjunát, itt ezt csinálja, szekérhajtó, tudjunk, hogy aki Indiába járt, hogy riksások, szekérhajtók, ez egy ilyen sudra munka. És Srila Prabhupád mondja, ha bár Krishna most ezt a szolgálatot végez, Achyuta, ez azt jelenti, akkor ő mindig marad Isten, mindig legfelsőbb, Istenség legfelsőbb személyisége fog maradni. És gyakorlatilag itt nem, szóval Krishna tudat az egy érzelem, az a lelki érzelmek. És itt erről van szó. Itt van egy kapcsolat a Krisna és Arjuna között, és akkor ő megkéri. Ő érzi nagy baráti szeretetet, Krisna érzi irányt, és Krisna nagyon boldog és elégedett, hogy szolgálhatja a baktáját. És Srila Prabhupád mondja, hogy a bakta mindig szolgál Krisnát, és itt érdekesen mondja, és Krishna mindig igyekszik, próbálkozik valahogy baktát szolgálni, mindig keres alkalmát. És azért így mondja a Srila Prabhupát, mert bakta ő attól boldog, hogy szolgál Krishnát, és nem akarja, hogy Krishna őt szolgáljon, és minden úgy rendezi bakta, hogy Krishnának ne kelljen őt szolgálni. És Krishna mindig keresi pillanatokat, helyzeteket, mikor rögtön tudja ezt csinálni. Szóval itt ez egy kis ilyen pici fényt erre oldalra a Bhagavad Gita is ad nekünk, hogyha mi így figyeljünk, nem csak a tanításra, amit Krishna mond verseket, hanem ezt a kapcsolatot, ezt az érett kapcsolatot Arjuna és Krishna között, akkor értjünk, hogy igen, a Bhagavad Gita-nak ez a célja. És Srinath Chakravarti, ő egy magyarázó Srimad Bhagavatamba, ő is mondta ezt a szép, csodálatos verset, ami nagyon híres, és Úr Csétánya és ezt szereti, ezt a verset, és a bakták, ahol megmondja, mit jelent a Krishna tudat. Mert sokszor téved felfogásunk van. A Krishna tudat, az mi? Ez olyan dolog, ahol nem szabad semmi. Észre, hallottatok már ilyet? Nem lehet enni húst, kártyázni. Hát, hogyha nem bankkártya. Nem lehet, az nem szabad, ez nem jó, az nem jó, semmi se jó.
és azt gondolják, hogy igen, Krisna tudat, ez egy ilyen depresszió nevelő folyamat, ahol egy ember elkezd összeszorított fogókkal mindenről lemondani, és az a szerencsés, aki nem kerül pszichiátriára a végén, akkor az jó fejlett bakta lett. Mert jószor így már lekopott a fogai, de jó. Nem, ez egy téves felfogás. Majd mindjárt helyre rakjunk a dolgokat, és utána befejezem. A vers a következőt mondja. Arádja Bhagavan Vrajesa Tanayas, hogy igen, bhakti yoga, Krishna tudat, ez a arádja, ez azt jelenti szolgálat. Szolgálni, imádni. Imádjunk Bhagavant, az Istenség legfelsőbb személyiséget. Vrajesa Tanayas. Vraja Isha. Melyik ez a Bhagavan? És itt egy kicsit van tisztázva, nem a Sai Baba, hanem Vraja Isha, a Vrajának a irányítójának a fiát. Ki a Vraja irányító? Király? Nem. Mert Krisna nem lett Rádharáninak a fia, mert azt mondja, fia. A Vrindávának, az irányítónak, a királynak a fia, ez a Nanda Maharaj, és az ő fiát, hogy hívják? Krisna. Igen. Vrajesa Tanaya. És Taddhama Vrindávanam. Taddhama Vrindávanam. És ugyanúgy mi azt a szent helyet is ugyanúgy imádjunk, mint Krisna, mert a Vrindávan ugyanolyan imádatra méltó. Idén ünnepeljünk Krisna völgybe Rádésiám 25 éves, ki volt akkor, amikor volt beállítva, 25 év ezelőtt, 96. És ugyanúgy, amennyire Rádésiám fontos, annyira fontos, és a Krisna völgy, Navarajadam, szent hely. És akkor azt mondja, Taddhama Vrindavanam, nagyon fontos, mivel Krisna otthon érzi magát, Istenség legfelsőbb személyiség, legközelebbi kapcsolatot nyilvánítja, a legmagasabb a lelki szinteket nyilvánítja a Vrindávanban, ezért baktáknak fontos a Vrindávan, fontos Krisna völgy. És mi hogyan csináljunk? Rámya kacsit upászana, vrágya vádhu vargina vakalpita. Ez azt jelenti, hogy mi úgy Krisnát imádjunk, szolgáljunk, ahogyan a vrágya lakói. Szóval Vraja lakói teljesen el voltak bódítva Krisnának a tulajdonságaival, a szépségével. Szóval amikor Krisna Vrindávanban, ő nem viselkedik, mint Isten. Ő viselkedik, mint egy fiú. Valakinek a kisfiú, amikor Nanda Maharaj hazaérkezik, akkor Krisna kisfiú, 4 évesen, akkor csak látja, jött az apuka, olyan boldog, és széttárt kezdve, csak szalad hozzá megölelni, vagy úgy Yashoda mamát. És amikor ezt látják, ugye a Yashoda mama, Nanda Maharaj, ők legmagasabb szintű jogik, legtisztább személyek, és amikor ők ezt látják, hogy Krisna milyen csodálatos, akkor a szívbe a szeretet csak túl fog csordulni. Ez csak érzelmek. Akkor a barátok Vrindávanban megint Krisnát nem látnak, mint Istent. És ezért ott is igazi tiszta érzelmek vannak, mert amit látjuk, Arjuna se tudatos mindig, hogy Krisna Isten, mert amikor 11. fejezetben megmutatta, hogy ő Isten, akkor ez megzavarta a Arjunát. Akkor neki vissza kellett lépni egy szinten lejjebb. És akkor át kellett kapcsolni ezt a baráti kapcsolatot a áhított szolgára.
És ez nem egy magas szint, ezért ez nem örült ennek Krishna, és akkor gyorsan csinálta, hogy Arjuna elfelejtsen, és újra tudjanak barátok lenni. De mi a cél ennek az egésznek? Ugye mi, akkor mi úgy próbáljunk szolgálni Krishnát, mint a baktái, mint a Srila Prabhupát, ő Vrindában lakó volt. Srila Sivarama Maharaj Vrindában lakó. És ezek a bakták tanítanak minket, hogy kell egyszerűen mindent elfelejteni, és csak boldog lenni, és Krishnát szolgálni. Ott voltak a hat goszvámik, van nagyon szép dalam a hat goszvámikról, akik voltak iszonyú gazdagok, nagyon gazdagok. Sanatan Goswami és Rupa Goswami. Sanatan Goswami volt miniszter, hogy mondjuk vezérminiszter, vagy valami. Szóval nagyon magas beosztás, ő volt a második ember Bengálba. Rupa Goswami egy kicsit lejjebb volt. Nagyon sok pénzük volt, aranyok voltak. És a dalamba énekelnek, hogy ők ezt a tucsha eldobták az egész gazdagságot. Teljesen kicserélték. Mire? Csak egy ilyen kis ágyuk, vagy hogy hívják, kupinra, és egy kis kanta. Ez azt jelenti, hogy olyan takarót használták, ami anyag darabokákból össze van varva. Egy ilyen, nem tudom, hulladékból. Össze volt varva, és akkor boldogon ezt fogadták, mert annyira boldogok voltak, Krishnat kirtana, utkirtana. A tudatok egyfajtában el volt merülve Krishna tudatban. És ők annyira boldogan ezt csinálták, hogy hát, hogy értették, hogy ők elértek igazi gazdagságot, igazi kincset. És az anyagi kincs hozzá képes, ez egy por. Ezért, és nagyon sok ilyen történet van, amikor királytól elszökik egy fiú, és nem jön vissza, és akkor írja az apja, fiacskám, vagy hazajössz, vagy az összes hagyatékot, mindent, az rád írom valaki másra, de te nem kapsz hagyatékból egy tört érmét se. És akkor válaszolt a fia, kedves apukám, hát tudod, te nagyon szegény vagy, mert itt vagyok a Vrindávánban, és a Vrindávánban egy szempor többet ér, mint a te az összes gazdagságod. Ezért én sokkal gazdagabb vagyok nálad. Szóval ez a baktáknak a látos, és Krishna tudat kell, hogy megnyitja nekünk egy másik látást. Mi most próbáljunk növelni és kényelmet rendezni magunk körül, minden jó legyen, minden, ami egy pillanat alatt elmosa egy folyó, amit most van körülöttünk pár országban, akik sírnak ott a videóban, egy pillanat alatt mindent elveszítettem. Vagy ezért, vagy azért, vagy valami miatt. De nekünk el kell sajátítani a baktáktól a realitást, reális képet, és azt értékelni, igazi kincset. És mi az igazi kincs? Mi a cél? A tanítás ennek a lelki folyamatnak az a Srimad Bhagavatam, Pramanam Amalam. Ez azt jelenti, Srimad Bhagavatam, ez egy tanú a lelki útnak. Ő bizonyítja, hogy Krishna a legfelsőbb személyisége, és a legmagasabb szint is az embernek a célja az a kapcsolat Krishnával. Mert utána mondja, Prema Pumarta Mahan. Szóval nekünk a cél ez a szeretet, ez a préma. Préma pum ártamahan. Srimad Bhagavatam, hogyha megnézünk, volt először Vyasadeva megírta
rengeteg, a tudás az mindenhol ott volt mindig. És akkor Vyasadeva leírta a védákat, négy védát. Ki tudja, milyen négy véda létezik? Rig véda. Igen, Sama, Yajur, Atharva véda. Igen, utána megírta Upa védákat, utána leírta a Upanishadokat, meg leírta a Puránákat. Szóval az egész tudomány, ami ahhoz, hogy létezünk ebbe a világba, és azt hiszünk, hogy minden jó lesz, az rengeteg, végtelen sok védába leírta. De Srimad Bhagavatam az az utolsó írása volt. Ez azt jelenti, amikor a haba tortán, amikor leírt a Srimad Bhagavatam, ez lett az utolsó szentírás, ami arra utal, hogy az a legérdemesebb, legfontosabb, ami ember számára létezik. És ezért Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Most lehet erről is beszélni, mi a Srimad Bhagavatam több órát, de erről nem beszéljünk annyit. De annyit fontos, hogy a bhakta az az, aki olvas a Srimad Bhagavatamot, aki értékeli Srimad Bhagavatamot. És Prema Pumartam Aham, ez a célunk, hogy ezt a szeretetet, és megint a szeretet, ez érzelem. És nincsen, ez a mi természetünk, ez a léleknek a természete, Satchit Anand, és Anand, ez a boldogság. De a boldogság mit jelent? Ez a szeretet. Satchit Ananda, a léleknek a természete. És milyen? Avyayam. Ez azt jelenti, hogy örökévaló. Az a szeretet, ami nem lehet, ami nem fog megszűnni, ami öröké tart. És ez a természet, ezt kell elérni. Prema Pumartam Aham, Srimad Bhagavatam nem mást adja nekünk, mint ez a legmagasabb cél. Az már végképp nincsen sehol. Képzeljétek el, Srimad Bhagavatam olyan könyv, ez nekünk így természetes, mert megkaptunk Srila Prabhupától, ahol feltárolja Istennek a legbensőségesebb természeti dolgok. Az sehol nem találok. Nincs sehol. Vannak spekulációk, de ez egy hiteles, ez úgy, ahogy van. Ezért ez egy nagyon fantasztikus könyv. Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tratradaram. Ez a véleménye egyezik Sri Chaitanya Mahaprabhuval. Ő is mondja ezt. Ő ezt tanított. Szóval mi Srinath Chakravartit mondja ebbe versbe, ugyanezt érti, és Chaitanya Mahaprabhu. Ez az ő véleménye. Mahaprabhu, Matam Idam Tatradara, ez az ő véleménye is, Napara. Más vélemény minket nem érdekel. Itt jöhet valaki olyan véleménnyel, egyiválni, rezegni, vibrálni, fények, sötétek, foltok, nem tudom, mantrák, mudrák, vibrációk, nem érdekel. Minket ez érdekel. Ez hozta nekünk Srila Prabhupát, ezt a kapcsolatot. És akkor itt, ami most olvastunk, ebbe a versbe, ez pont erről szól. Hogy Arjuna, itt van egy kis példa nekünk, hogy milyen kapcsolat Istennel. Mahabharatban le van írva, amikor a háború volt, már beindult a háború, akkor nem csak ez volt, hogy itt egyszer a reklám, tudjátok, PR-ra, hogy mindenki lefotozza és kiküldjön Facebookra képeket, hogy Krishna hajtja szerekeret. Most itt csinálni szokták nálunk a mostani világban. Gyorsan kis PR-os, akkor beállok, mutatom, hogy én is ilyen egyszerű vagyok. Hanem amikor már háború volt, akkor Krishna mindig ápolta lovakat, itotta őket, sebeket gyógyította, tisztította. Szóval így szolgálta a Krishnát és Arjuna lovait. Ez az érett kapcsolat. De ahhoz, hogy ezt elérjünk, mi most nem vagyunk ott, ez nem lehet imitálni, nem lehet valahogy próbálni megjátszani.
ez a cél, de ezért vannak a szabályok. Ugye mondtam, hogy mi a kapcsolata a szeretet és szabályok között, mert ezek a elvek, ami főleg Sanatana Goswami nagyon jó feldolgozta, ő a Sanatana Goswami, aki megtanított, megtanításaiba lehet tanulni, hogy hogyan szabályokat követése által, elvek, szabályok és a többi, tisztítja a tudatot, és átkapcsolja a tudatot, mert nekünk most rá van kapcsolva az anyagra a tudatunk, de át kell kapcsolni a lelkére. És ezek a elvek, szabályok, amit kell gyakorolni, azok segítenek szépen fokozatosan átkapcsolni a tudatot lelki szférára, és akkor el tudjunk érni ezt a célt. Ezért nagyon sok mindent lehet tanulni. Hogyha ezt értjünk, akkor nem depresszió. Hogyha szabályért, ezt is mondja a Rupa Goswami tanítások nektárjában, Niyamagraha, amikor a szabály kedvéért követem, az nem megfelelő, így nem lehet fejlődni, hanem kell tudni, hogy miért csinálok. Hogyha én tudom, hogy miért csinálok, akkor lelkes vagyok, és van lelki erőm, és tapasztalom változásokat. Ez egy fontos. Aztán utána majd Krishna mondja, amikor már nem kell szabályokat követni, mint volt Sanatana Goswaminak a kapcsolatában, hogy volt, amikor, hát van ez a híres történet, Sanatana Goswami és Madan Mohan templom. Szóval egyszer, amikor még Mathurába ment Sanatana Goswami, akkor látta a kisfiúkat játszani, és ott játszolták a gyerekek, és közöttük látta, hogy egyik nagyon ragyogó, nagyon szép kisfiú, különleges. És amikor játszik, akkor valahogy mindig ő rá jobban ragad a figyelem, mint a mások kisfiúk. És gondolkozott, hogy ki ez a gyönyörű kisfiú? Hogy így nekem egy szanyászinak megragadja a tudatot. És aztán csak ott játszottak, aztán így elszaladtak, beszaladtak egy házába, és akkor Sanatana Goswami gondolta, hogy bemegyek, megnézem, hol van ez a kisfiú. Mikor bejött, akkor teljesen meg volt lepve, hogy ez a kisfiú ott van az oltáron. Murti formában lett. Akkor így nem értette, hogy lehet az, hogy ugyanaz a kisfiú, de ugyanakkor ő egy Krishna voltál. Hát nem akarta komolyan venni. Mit csinálnak? Nyírják a fiát. Azt hiszem, hogy ilyen cross motor verseny. Jel, hogy be kell fejeznem. Ez inkább az az üzenet. De lényeg a lényeg, hogy amikor ő utána bejött, és látta, hogy amikor eteti a kisfiát, ez a hölgy, akinek beszaladt haza Krishna, akkor így leülteti a fiát, oda rakja mellé a murtit, és akkor a fiának adja enni, és akkor a Krishnának is ugyanúgy evős tálcából adja ennivalót. És akkor Sanatana Goswami teljesen kész volt, hogy ez várjatok, hát ez hogy működik. Hát először Krishnának kell felajánlani, külön mindenki vár, nehogy leülünk vele, eszünk együtt egy tányérból. És akkor elkezdte mondani, hogy hát te tudod, ez így nem lehet. Aki így azt gondolja, hogy ő már megteheti ilyen kapcsolatot Krishnával, az pokolba megy. Nem tudod, hogy kell sok szabát követni? Sanatana Goswami a legjobban tudta, mert ő írta nekünk sok könyvet, főleg a Hari Bhakti Vilászt, ahol ne olvassatok a Hari Bhakti Vilászt, annyi szabály van ott. És akkor hogy kell felkelni, mire kell gondolni, milyen mudrákat, mantrákat, acsmant. Szóval elkezdte, és akkor ő is mondta neki, hogy akkor csináljál ilyen, meg olyan, meg ilyen dolgokat. És akkor
megijedt a Mataji, és mondta, jó, köszönöm szépen, igazad van, fú, te megmentettél engem a pokoltól, ezentól fogok Vajdi Bhakti gyakorolni, ez azt jelenti, hogy szabályozó elveket követve. És akkor elment. 3 nap múlva álmába Sanatan Goswami-nak megjelenik ez a kisfiú. Madan Gopal, ez volt akkor a neve neki. És kétségbe esve, kitágott szemeivel elkezdte szidni Sanatan Goswami-t. Tönkre tettél az életemet! Olyan jó éreztem magamat. Játszoltam ott a barátommal, akkor együtt ettünk, olyan jó, most már unalmas vagyok, unalmas az életem, ott kell állnom az oltáron, és akkor várom, hogy meddig mindig, kinek itt nem kell, nekik nem kell ezeket a rituálikat, szabályokat követni. Most mit csináljak? Szóval így, utána még van a folytatások a történetnek, de mikor Krishna látja, hogy valaki érett, főleg nekünk, inkább a lelki tanítőmesterünk, akkor ott más lesz a kapcsolat. De ugyanakkor szabályoz mindig kell. Még Sanatan Goswami, habár mikor utána Madan Gopal, Madan Mohan lett és eljött hozzá lakni, de és Sanatan Goswami minden szabályt betartotta, de Madan Mohan mindig mondta, nem kell. Nem kell, nem kell, nem kell ezek a rituálik. Szóval itt a kapcsolat megint, ami a Krishna tudatnak a célja, és az ember életének az értelme, ez a szeretet, Krishna iránti szeretet, ezek az érzelmek, amit fel kell visszaállítani, amit elveszítettünk. Másképp Vipada pásu, hogyha csak anyagi élettel foglalkozunk, állatok is ezt csinálják. Állatok is esznek, alszanak, csinálnak fészkek maguknak, és így tovább. Ez a Vipada pásu az összerenti 2 lábon járó állat. Szóval a lélek, aki ritka lehetőséget kapta, hogy szülessen emberi testbe, neki bhakti jogát kell gyakorolni. Akkor rendben jön minden az életébe. Akkor boldog lehet. Oké, vannak kérdések esetleg. Nincsen kérdés. Jó, köszönjük szépen. Sisirad Hashema Sundar ki jai, Sri Sri Gornitai ki jai, Srila Prabhupad ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupad ki jai, Nitai Gaura Premanande, Haribol.